Tényleg édesem. Lehet-e? Aha. Ja, de jó. Minden este azzal telik, és ettől ki vagyok bukva, hogy bár szeretem, imádom, az igaz, hogy a talpakat nem bírom. Nem szeretek, legyen nekem azt, szeretem, imádom a páromat, de minden este a talpát kell masszírozzam, nyomkodjam, de azon járkál. Milyen büdös a lába, mert nincs baja, de én nem szeretek talpat nyomkodni. De úgy voltam vele, hogy valamit kell, hogy nyomkodjam, nyomkodjam, bár a talpat azt nem engedném. Begyulladt az arc! Na jó. Cicám, mit csinálsz? Masszást akart adott, begyulladt az arc. Úristen. Úgy, nem gyújtottam fel. Ó, jég. Jó, az én kis sejem. Kérem, hiszem el. Na és itt mit szeretnél? Csak ha egy történet ilyen. Ja, bocsánat, szerint megint gyújtjak megint. Hát gondoltam, csinálok nekik egy kis ilyen wellness-es, egy kis relax, és masszázs, amit imádsz, édesem. Te. Megmasszíroznak, igen. Imádja, hogyha masszírozom. Tehát nagyon szereti, hogyha a babusgatom, simogatom, vakargatom, mert ilyen is van. Vakargassam a könyökét, vakargassam a nyakát, nem tudom, valami kaparó sors. Ó, mi volt? Feküdjél ezt, nedd ide bele a dugó kis pofidat. Oda jó. Bele, úgy. Ó, kicsit. És akkor így alát megyek. Mi? Csak én megfordulva. Mi van? Nem, semmi. Mennyi? Feküdj beszerelmesen. Jó. Ja. Be ne csúszol oda a fejed. Az a jó, a hajadat azt izé, ezt egy kicsit így hozé. Ja. Jó, úgy. 10 év alatt még ilyenre példa nem volt, hogy én egy masszázságyon fekszem és Krisztián masszíroz. Minden este nagyon kedvesen azzal altat el, hogy nyomkodja vagy a kezem, vagy a lábam, simogat, én ezt imádom. Egyébként nagyon jól ért is hozzá szerintem, de ilyenre még példa nem volt. Hey, a sex machine! It's a sex machine! Ez get on up! Get up! Get on up! A sex machine! Get on up! Tudod, így ütögezd, így get up! Get up, get on, a sex machine. Kicsit beesik a fejem ide ebbe a lyukba. Na jó van, nem tetszettem csak. Le is tudom így mászni. Azért mondtam, hogy beülök oda. Jól esik nagyon ez a masszázs, aranykezei vannak az én drágámnak. Azt érzem, hogy mindjárt elalszom. Olyan jó. Kipihentem magam. De jól esik. De én tudod, hogy én csak is viszont a... Viszont ez marha büdös. Mi ez, amivel kezd? Az étolaj. De hogy étolaj? Ez étolaj, szívem. De hogy étolaj? Hája, vidd innen ezt a büzét. De hát ez annyira büdös. Kicsim, értek hozzá, tudom, hogy mi a masszázs. Ez masszázskrém, de nem az a illatos levendulás tökön-bökön valami. Ez az. Brutál büdös, mint amit... Érzed, van? Ahogyan csinálom a masszázs? Ahogyan masszírozom? Nagyon jó. Na, nem most kezdtem. Akkor hidd el nekem, hogy ez... Ebből már kisütöttek egy 5 kiló krumplit. Hülye. Jó, te csak ugodjál, fordítsd be a dugó. Mert fordítsd meg fel a fejet. Igen lesz. Na akkor maradj csömbbe is. Élvezzed, jó? Azért azt megcsugom, hogy kicsit én több mesztelen vagyok ez a köntös alatt. Nem tudom, hogy mennyire érdekel még ez. Ahogy. Az jó. Hát akkor vissza. Kisebb csalódás a masszírozásban. Elaludt a babám. Imádom, hogy alszik, bár most nem horkolt, ami egyébként. De... Tehát elaludt. És... ez furcsa volt, mert mondtam neki, hogy mondom, hát add a köntös, és alatta van valami hús. De ez nem nagyon indította be a dolgot, azért, mert aludt. Tehát elaludt konkrétan. És nincs az is, hogy többet én megmasszírozzam. Jaj, hegyem a színedet. Szeretlek. Mert most jó cserbe hagytál. Na, de viszont akkor... Mindjárt jövök, édes. Mit csináljam? Mit csináljam? Jó.